Sokat nyom alatba. Szinte mindenki használja ezt a kifejezést a hétköznapokban. De honnan ered? Mi az alatt? Tudod, mire használták című sorozatunk eheti részében? Erre is választ kaptunk a Nagyrábéi Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye tulajdonosától, Bányai Gusztávtól. A bemutatásra kerülő kis résztárgy, ez egy tégely alakú részből készült, pánttal ellátott, a méréshez felhasznált súly. Neve lat, latkészlet, ami hivatalosan elfogadott mérték egység volt. Az első említése már az 1320-as, 30-as években oklevelekben fellelhető. 1750-es években Mária Terézia tette hivatalossá Ausztriában és majd Magyarországon. A Pozsonyi Országgyűlés is elfogadta. Egészen 1871-ig a metrikus rendszer bevezetéséig volt használatban ez a mértékegység. Az alapja a font, a bécsi font, ami 0,56 kilónak felel meg, és ennek 1/32 része az egy lat, ami 17,5 gramnak felel meg. A lat sorozat legnagyobb része, amelyben az összes belefér, ez egy ránitelt pálcával és egy csuklós pánttal zárható fedéllel ellátott csonkakúp alakú tárgy. A súlykészlet úgy néz ki, hogy egymásba helyezhető kis tégelyekről van szó. Ezek szépen egymásba illeszthetőek, és ennek megfelelően adják a kívánt súlyt. A legkisebb egy lat súlyú, következő kettő duplázódik, 4, 8 és 16 a fedéllel együtt, vagy a pánttal együtt. Tehát ez a latkészlet, ez így összesen 0,42 és fél kilónak felel meg, egy lat híján adja ki a bécsi fontot. A mértékegység, a maga súly, az már csak a nyelvében él a nemzet maradt fent, hisz a latolgatás, latbaveti minden tekintélyét, latolgatja lehetőségeket, már csak ilyen formában van a köznyelvben, a tudatban. A többi mértékegység szinte teljesen kiveszett, hiszen a font fontolgatással maradt fenn, a 32 latból tevődött ki, a fontnak a fele 16 lat egységet adott a márka. Ennél kisebb egység volt a latnak a duplája, az uncia, ugye az arany nyalkapcsolatban ezt használták. A latnál kisebb volt még a drachma, a scrupulus, illetve a szemer. A szemer mértékegység nagyon apró, 0,07 század gram, és ez már csak úgy maradt fent, hogy szemernyit sem alszik az ember, vagy szemernyi ideje sincs az embernek. Lássuk, hogyan mértek a lattal. Tehát, hogy említettem, súly mérése használták, ugye ehhez kellett egy mérleg is, tehát ugye ilyen mennyiség, ilyen mértékegységnél arany, ezüstmérés, pénzmérésnél volt ennek jelentősége, hogy hivatalos legyen a dolog. Ugye magába a mérlegbe is ütöttek fém jegyeket, hivatalos jegyeket, de ezek a jegyek, beütések ugyanúgy megtalálhatóak a magában a latkészletben is, hiszen a fedődobozon, a legnagyobb tartón,
van egy monogram, egy WI, illetve egy évszám a sassal 855. Tehát mivel 1871-ig volt hivatalosan latkészlet, ezt 855-ben hitelesítették, tehát a hitelesítési jegy szerepel rajta, tehát nagy valószínűséggel az időtájt készülhetett, vagy nem sokkal előtte. A díszítettsége egyrészt részből készült, másrészt különböző tehát néhány körbefutó esztergálással tett kis gyűrű látható rajta, illetve a fedelén szintén esztergálással körbefutó gyűrűk láthatóak. A gyűjtés körülményei vásárban sikerült beszereznem, sokkal gyengébb állapotban, tehát némi takarítás azért kellett hozzá, hogy előjöjjenek a hitelesítési jegyek, illetve a csészék aljába lévő beütött számok. Hitelesítési jegy mindegyik kis csészében található. A gyűjteményben a helye a konyha és konyhaberendezés főzésnél van, hisz a aranyezüst mérésen, pénzmérésen kívül azért a konyha nyelvben, vagy a főzés során is kifejezés volt, hogy egy latnyi sót, vagy azt, amit kellett tenni a recept szerint az ételbe, ezt néhány jókai regényben is megtalálhatjuk. Az idők folyamán folyamatosan változtak a súlymértékek. Hitelesítés miatt ez biztos, hogy szabályos korabeli darab. Ettől függetlenül készültek házi használatra és kisebb-nagyobb verzióban ezek a latkészletek, kisebb súlyjal, nagyobb súlyjal. Ugye mindegyiknek a jellemzője az egymásba illeszthetőség, díszítettség, díszesebb fogóval ellátva. Azonban akárhogy méregettem, ezek már közel sem olyan pontosak, mint a hitelesítési jeggyel ellátottak, de maga a felépítése az ugyanaz mindegyiknek, tehát az egymásba illeszthető tégelyek mindegyiknél megtalálhatóak. Az egyiknél még a legkisebb súlyt, a legkisebb súlyt pedig már nem is tégely formájában alkalmazták, hanem egy kis korong biztosította a súlyt. A napjaink változata, tehát 1870-es évektől, amikor átértünk a metrikus rendszerre, elvesztették szerepüket ezek a tárgyak, és helyette a mérlegnél megszokott, de azért ugyancsak részből készült 10-es számrendszerbéli súlyok vették át a etárgyaknak a szerepét. Mennyire praktikusabb volt, amikor egymásba illeszthetően meg tudták oldani, és nem kellett még külön kis fa dobozt elkészíteni hozzá. Hogy ne érje szó a ház elejét, azt is megnéztük, mennyire pontos a latkészlet. A hivatalos adatok szerint, illetve a beütések szerint ugye egy lat 17,5 g, más esetben 17,2 g-nak felelt meg. Nézzük meg, hogy a hitelesítés, tehát 1855 óta változott ez a súly, megfelele a mai patika mérlegen mért súlynak. A 17,5 helyett kapunk 16,7 g-ot. Ezt szerintem betudhatjuk a tárgy kopásának, hiszen a felületén eltűntek a esztergált kis részek, illetve az alján is kopásnyomok láthatóak. Ebben ugye az egy lat egy beütés volt, egyes szám. Két lat, ez ugye a duplája, tehát 17,5-nek a duplája 35, a patika mérleg 34,9 környékén mutatja, tehát ez egészen pontos. A négy latnak a szám, ugye akkor ez 70 g-nak kell, hogy megfeleljen.
Itt már nagyobb a hiba, itt 67,92. És van egy 8 latosunk, ami ugye 140 g-nak kellene, hogy legyen. Itt is elég nagy már az eltérés, mert csak 136,9. A 280 g-ot már nem tudunk mérni, mert a patika mérleg nem alkalmas rá. Tehát a hitelesítés ellenére a mai korszerű mérleg minimális eltérést mutatott. Ez a tárgykopásból, az idő múlásából adódhatott. Azonban az időtáj, tehát amíg ezek használatban voltak 1870-es évekig, biztos, hogy jól ellátták a feladatukat. Tudod, mire használták című sorozatunk következő részében, szintén egy érdekes tárgyal várjuk nézőinket.